És itt áll mellettem Szent Iványi Gyula, mégpedig az Axiál területi képviselője. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm a nézőket. Na az a helyzet, hogy mögöttünk egy hatalmas szerkezet, egy igazi gépszörny, egy Class Lexion 660-as, egy igazi legenda, mert besöpört egy díjat, de ne rohanjunk előre, mert hogy 3 évvel ezelőtt is kapott valamilyen kitüntetést. Igen, 3 évvel ezelőtt egy másik műszaki fejlesztésért. Annak a fejlesztésnek az volt a lényege, hogy a kombájnnak a teljesítményét mind jobban ki lehessen használni, és ez egy terhelés szabályzó rendszer volt, amiért akkor kaptunk díjat, nagyon örültünk neki, de szerencsére a Class fejlesztő mérnökei nem pihennek, és mindig kirukkolnak újabb újdonságokkal, amik méltók arra, hogy nagy díjasak legyenek ezen a vásáron. Nekem nagybátyám kombájnos volt, ezt jó néhányszor elmondtam már, ő még az E514-esen nyomta, majd amikor átült a Class Dominátorba, akkor rögtön azt mondta, hogy más dimenzió. Na mi lenne, ha beleülne most ebbe a Lexionba? Ugyanezt mondaná, hogy más dimenzió. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok minden változott a kombány technikában. Tényleg, akik idősebb kombányosok beülnek egy ilyen gépbe, először elcsodálkoznak, és talán mindig azt mondják, hogy hát ezt a jót, ezt nagyon könnyű megszokni szerencsére, mert ezek a gépek intelligens módon támogatják az ő munkájukat, segítik azt, hogy minél jobban tudjanak dolgozni. És ugye a 30. bábolnai gazdanapokon kapta ezt a kitüntetést, egy nagy díjat vehetett át, az Axiál is vehetett át, ugye a Lexion 660-as. Pontosan miről szól ez a fejlesztés? Pontosan arról szól a fejlesztés, ami egy világ tendencia, hogy egyre nagyobb teljesítményű gépekkel dolgoznak a mezőgazdaságba is, és ezek az egyre nagyobb teljesítményű gépek különböző kérdéseket vetnek föl. Az egyik ilyen kérdés, amire a nagy díjat kaptunk, az, hogy egy ilyen nagy teljesítményű gépnél korrekt módon meg lehessen oldani a motornak a hűtését. Ez a úgynevezett dynamic cooling, vagy magyarul talán így mondanám, hogy dinamikus vagy intelligens hűtési rendszernek az a lényege, hogy még ilyen nagy teljesítményű kombájnoknál is mindig a motor optimális hőfokon dolgozzon. Azért fontos ez, mert ezzel lehet igazából egyrészt a motor élettartamát meghosszabbítani, de ami még ennél is fontosabb, üzemanyagot megtakarítani. Ez egy teljesen egyedi megoldás, a Class mérnököknek az agyából pattant ki ez a lehetőség, hogy nem a motor mellé rakták a hűtőt, és nem a gép oldaláról szívja a viszonylag piszkos, poros levegőt, hanem fölül egy tiszta levegőt szív, és ezen a nagy felületű hűtőn vezetik át ezt a tiszta levegőt, ezzel tudnak egy sokkal hatékonyabb motorhűtést csinálni. Természetesen a tisztítása is rendkívül egyszerű, ezt meg is tudom mutatni, egy mozdulat az egész. Na nézzük! És igen, itt van az atombrutál hűtő! A ventilátorral, újakkal vigyázni! Alul egy hidromotor hajtja a hűtőventilátort, és ez a beszívott levegő egyben a motorteret is öblíti, sőt, a kombány két oldalán levő kopoltyúkon keresztül ez a levegő egy lefelé irányuló légáramot biztosít, ami az egész kombányt sokkal jobban láthatóvá teszi, és a porterhelését csökkenti jelentősen.